A Misericordia, vagyis irgalmasság elnevezésű idős otthon 2015-ben nyitotta meg kapuit. Akkor a minisztériumtól 43 személyre kaptak működési engedélyt. A gazdasági oldalaja az idős ellátásnak, szociális ellátásnak egy íratlan szabály van, hogy 60-70 személy alatt nem tudja egy otthon rentábilisan működni. Ezért én a kezdetek óta már törekedtem arra, hogy, hogy azt a 70 személyt elérjük, ami tulajdonképpen a törvények keretek, törvényes keretek között a, a kis otthonoknak a maximális létszáma. Tehát most, hogy ez az új épület elkészült, pontosan 70 személynek lesz majd hely. Az intézmény igazgatója ismertette, hogy a 950 négyzetméteren elterülő háromszintű C objektum két és fél évig épült. Az első emeleten négy nappali szoba és egy konferenciaterem található, a másodikon pedig két betegszobát és két apartmant alakította ki. Az épületeket egy zárt híddal kötötték össze az évek alatt itt a szomszédos telkeket is megvásárolta az Egyházmegye, és most a teljes felülete ennek a komplexumnak, ami a telket illeti, az 2700 négyzetméter, és a, így az ABC és épület pedig a három szinten, vagy a B épület az négyszintes, szintes, 2900 négyzetméter hasznos felület van az otthonban összesen. Az idősek ellátására egyre nagyobb szükség van. Az igény nagyon nagy, tehát mindig várólista volt, és van kikindán is, független attól, hogy van itt egy állami idősek otthona is. Bizonyos értelemben ez azért is van, mert hát, hogy mondanám, az ellátás, a hozzáállás, gondolom egy kicsit más, mert mégis ima is van, gondolunk a lelki is, nem csak az, hogy ellátni, hogy legyen minden tiszta, de van tényleg egy ilyen, ami emberi BTC szerintem ezt a helyet, és az embereknek nagyobb boldogságot, nyugalmat ad. A csak nem 1 millió eurós beruházást a magyar kormány, az amerikai és az olasz püspöki konferencia, a német katolikus egyház Renovabis segélyszervezete és a pápai segélyszervezet támogatta.